Üdvözlöm, kedves barátaim! Szent helyen vagyunk ismét, Krisnavő. Sokan már hallottatok, hogy Dehén szent állat. Na most ez mennyire igaz, vizsgáljuk meg együtt veletek, és végén ki fog derülni. Mindenkinek világos lesz. Előtte alapozunk meg egy fontos elvet a Bhagavad Gita szerint. Vigyavinaya Sampane, Ramaniga Vihastini, Sunichaivasva Pakicsa, Pandita Sama Darsana. Darsana, látni. Egy bölcs ember minden testben látja lelket. Egy szent emberbe, egy emberbe, egy elefánt testbe, tehén testbe, kutya testbe, lélek mindenhol van. Ugyanúgy tehén és egy lélek, a tehén testbe egy élő lény, egy személyiség ilyen. Hogyha ezt most tisztáztunk, akkor csak ez alapján fogunk tudni veletek tovább vizsgálni a tehenet. Kicsit előre futva, a védikus írások azt mondják, hogy az embernek van 7 anyuka. A saját anyuka, a dajka, király felesége, lelki tanítómester felesége, földanya, tehén és így tovább. De most mielőtt megyünk tovább és beszéljünk veletek lelki szemszögből, először tudományos szemszögből vizsgáljunk meg a tehének a természetét, értsünk meg, hogy hogy működik, hogy a funkcionál, utána majd megbeszéljünk a lelki szemszögöt, miért így van. Mert amikor valami lelki természetű, akkor különleges, mondjuk így, akkor az anyagi szemszögből, vagy tudományos szemszögből ugyanolyan különleges lesz. Sokan már hallottunk olyan híreket, hogy régen falvakban, akár Magyarországon, akár a keleti országokban tehéntrágyát hasznosították háztartásban. Nagyon sokszor konyhának a padlóját kikenték a tehéntrágyával. Miért ezt csinálták? Azért, mert a tehéntrágya feltötrenítő szerként antibakteriálisnak nagyon jól lehet használni. A tudósok is kíváncsiak lettek erről, hogy biztos-e ez így működik. A laboratóriumban vizsgálták a tehéntrágyát, és az eredmény tényleg az lett, hogy teljesen tökéletes tehéntrágya arra, hogyha valaki akarja feltötreníteni, és nem csak feltötrenítésre a durva dolgokat, meg a finom szinten. Például vannak olyan negatív ember, aki jött hozzá, haza is evett, és te érzed, hú, ezt a tányért inkább kipdobnék, de hogyha tehéntrágyás vízzel elmosogatsz, akkor fogsz érezni, hogy ez megtisztult energetikailag is. Szóval ennyire hasznos a tehéntrágya. Ugyanakkor Indiában arra is használják, hogy fűtenek, csinálnak lepényeket, falra rárakják, kiszárítják, és utána fűtenek, és főznek ezen, mert a tűz különleges és nagyon jó, neki nagyon jó finom energetikája. Minden lélek különleges, egyéni és misztikus képességekkel rendelkezik. Nézzük meg a tehenet. A tehének a terméke a tej. Miből csinálja? Fűből. Eszik a füvet, utána a szervezet misztikus módon alakítja fűből, vízből tejet. Hogyha mi megpróbáljuk ezt megutánozni, és kaszálunk füvet, és akkor adunk tudósoknak, és megkérjük, laborba rakjátok össze nekünk tejet, legalább fél decit, egy 5 tonna fűből, nem fognak megcsinálni, mert ez mechanikus, kémiai reakció módon nem hozható létre. Erre kell misztikus képesség, amire az a lélek, amelyik a tehén testbe van, fel van hatalmazva. Most beszélünk a tejnek a hasznosságáról. Tej, mivel a tehén jóságban van, ez egy egyetlen egy állat, ami jóságba tartozik, és ő, mint egy anyuka, szeretettel ad embernek tejet, de leghasznosabb például ez a
azoknak személyek számára, akik spirituális gyakorlatokat végeznek, azok, akik spirituális életet élnek, azoknak személyeknek az agyban fejlődnek finom sejtek. És egyetlen egy termék, ez a tej, ami rendelkezik olyan finom tápanyaggal, hogy embernek segíti finom sejteknek a táplálását is, és fejlesztését. És végül az ökrök. Ökrök is nagyon hasznosak. A védikus írások azt tanítják, hogy ökröknek nagyon fontos dolgozni, akkor ők boldogok és hasznosnak éreznek magukat. Lehet rajtuk szántani, vetni, kaszálni, szállítani, járgányba befogni, és örülni, és fát vágni, és lisztet, és mindent csinálni. Azok a személyek, akik teheneket szolgálnak, nem pont így, ahogy ilyen ipari tehenészetben, hanem tehén védelem szemszögből, mert Krisna völgy, ez a tehén védelmi központ. Azok a személyek, akik társulásban vannak a tehenekkel, az ők elméjük és jóságba kerül. Ezek az személyek, majd jöttek Krisna völgybe, nézzétek meg, hogy mennyire jóságban vannak nyugisok ezek a személyek, akik itt vannak. És az utolsó és a legnagyobb titok pedig az, Isten szereti a teheneket. És az, aki szolgálja teheneket, védi őket, akkor ő kedves lesz Istennek, és lelkileg fog fejlődni. Ez a legnagyobb titok. És nem mindenki képes ezt megérteni, miért pont Isten, miért pont tehén, de ugyanúgy, hogyha neked ízlik mondjuk lecsó, másoknak mondjuk a paprikás krumpli, itt erre nincs magyarázat, ugyanúgy Isten egy személy, és neki van, ami tetszik, valami nem tetszik, és tehén neki nagyon tetszik, ő szereti, ezért szent, és aki teheneket szolgál, szent életű ember lesz. Köszönöm szépen, Hare Krishna!